kedves barátaim, pár nappal ezelőtt még annak örültünk, hogy ismét egészségesen Margóvát és egy papot is egészségesen láttuk. Eltelt ez a tényleg hat nap, ami munkával és barátkozással, rájismerkedéssel telt. És polgármester úr mondott egy szép gondolatot, hogy az emberek vagy szóba fejezik ki magukat, dalolnak, vagy építenek ki, pedig a mondani valótokat a festményeken hagyjátok vissza. Hát én, ahogy láttam, meg belenéztem a munkátokba, hát beszélgettünk, úgy látom, hogy a szülőnök érkezettek is, meg a alapítók is találtak új témákat. Bízom benne, hogy nem bántátok meg, hogy eljöttetek. Valami nem úgy sikerült, ahogy én elterveztem, és nektek ezt némi kellemetlenséget okozott, azért elnézést kérek. A körülményekhez képest próbáltunk eleget tenni a vendéglátó kötelezettségének, és azt kívánom, hogy jó érzésekkel, jó gondolatokkal, szép emlékekkel menjetek haza, és jövőre találkozzunk megint, jó egészséggel. Kiemeltem a két játékára, mert nagyon gyanúsan viselkedtetek, és nagyon szeretném, ha havonta legalább egyszer tájékoztatnánk egymást erről, hogy vagytok. És Lacival beszéltük a kollégiumvezető úrra, hogy el fogunk menni hozzátok mindenképpen meglátogatni benneteket. És akkor arra kérlek benneteket, hogy mutassátok, hogy mit történik, mi hogy dolgoztak a szintetikával, és örüljük egymás örömének, egymás munkájának. Mindenkit szeretettel köszöntök Mérincért. Örülök, hogy itt lehetünk. Köszönjük a meghívást. Reméljük, hogy még már törvénynek keresztül a Isten is úgy egyáltalán találkozhatunk. Hát egy pár képet festettem. Ez a Krasznahorka vár, tavaly augusztusban voltam kirándulni. Nagyon szép volt az a környék, csak sajnos előző években valamelyik évtelen égett. Már most kezdték újra építeni, de vásároltam egy olyan kétes lapot, amelyet csak lefestettem, mert annyira tetszett, hogy helyül akkor ezt legalább gondolhatom. És hogyha... Akkor szégyenlősködni vagyok a cigány gyerekek felmények, próbálni ő nélkül. Hát sajnos elég vagy ez. Hát itt a kiszafartról festettem képet, ami, hát egy figurát festettem rá, mert elképzeltem, hogy milyen jó lenne ott lüldögélni, a jó levegő, hát ez lett belőle. Ez egy kis nyári táj. Most valószínűleg figurás képek, úgyhogy most nekem mutatok az én már ilyen szeretem. Ezeket itt vagyom. Hát egy tiszalöki tiszapartról szeret is virágokat, ezt elviszik, mondom, mert ez egy olyan emlék, hogy mentünk, ha bevenne körülöttünk is ott a környékünkön, de valahogy ez most innen fog majd származni. Aztán pasztalokat csináltam, hogy hát ez nem volt a papír, volt a pasztalok, amit az énnek nem tudtam. Ez pedig egy őszi.
And don't please let just this. Először ezt megfestettem, ezeket a kis mezei virágokat pasztellal. Ezt egy fekete kartonra. Ez is a tisztán. Csónakos. Ez pedig a tanösvénybe, hogy higgyek? Tanösvénybe. Mentünk arra, szép néztünk, aztán megcsináltunk. Ugyan a szerzőmű volt, hogy tényleg megkívánta. Hát ezt a kettőt még. Valamit a nagyjegyző alapján. Kárték, hogy sok nyilván.
És most az volt a témám, aki emlékszik, ugye volt ilyen, hogy a vízvilág, akkor volt ilyen volt, tavaly volt a pára, most meg a kontraszt. És különböző technikai eljárással olajpasztel, grafit, illetve torrajzlat készítettem most. Én szerintem először nézzük a rajzokat. Mivel pécsi vagyok, és kedvelt terület, Pécsnek van egy nagyon érdekes városrész, amit úgy hívnak, hogy Tettye. Ez a Tettye egy öreg házakból, régi utcákból, sikátorokból áll, és érdekes hangulatokat ad, főleg, hogyha rajzilag, grafikailag, és úgy fogalmazom az ember. Ezek a rajzok Radira készültek. Tehát a papír szürke volt, besatíroztam szürkére, és visszaradíroztam. És a kontrasztokat, tehát az erős árnyékokat, azokat szépen rámítam egy plusz grafittal. Tehát ezek a hangulatok, hogy miért hagytam meg, és színesben nem dolgoztam ki a tettyei témákat, éppen azért, mert ezt az öreg hangulatot a grafika jobban tudja érzékelni. Csak a pincét jött ilyen, tele van a pincé alatt egyet. Ja, nem látszik, nem voltam. Másik olajpasztellel, és évek óta járunk Torockóra, és több olyan kép van, amely Torockót jeleníti meg. Tehát a torockói szikla, ez az egyik, meg az a másik. Székelykő, így van székelykő a torockói szikla. Hát az egy tiszteleti hangulat is van benne egy kontrasztba. Naplemente. Illetve van még egy ilyen úgynevezett tükröződés. És akkor a harmadik az pedig tor. Már tudom, hogy ismeri a trükköt. Valójában ez az igazi területen a grafika, és az úgynevezett absztrakt, organikus grafika. Tehát ahol organikus formákat absztrakt, úgynevezett egyszerű grafikai eljárásokkal meg lehet jeleníteni, pont vonalkort. Mint hogy a zenében hány lapunk van neked? 8. A 8-ból kismilliárd zenét lehet csinálni. Ezzel a három dologgal grafikában a folttal, vonallal, ponttal kismillió dolgot lehet kitalálni. A trükk pedig az, és ez már Milla ismeri, mi a trükk? Hogy bárhogy nézzük, mindig grafika lesz belőle. Nem jársz úgy, mint Józefka, hogy fejjel lefeletették a képítést. De ez bárhogy mindig grafikát kapunk belőle. Így van. Hát például az, amelyik egy ilyen, végülis az, hogy a témám főleg ilyen absztrakt, organikus grafika, és felfedezhető, hogy hát sokat, mivel jellemző motivum a kozmosz. És Ludvilának is sikerült felfedezni, hogy ez így rendben van, hogy egy csigaház, mint hogy csigázak lennének, de így meg olyan, mint hogyha egy absztrakt portré lenne. Az öregnek az orra, szakállam. No, és hát a kikapcsolódásképpen pedig szokásos van. Nem, az orra. Miért?
Én benne vagyok a Mercedesben, az Audiba, no, tényleg a viccet. Hát ez már csak, azt lehet mondani, ez már csak gyakorlás képpen. Gyerek maradok. Gyerek maradok, így van, de gyakorlás képpen mindig jó, meg kikapcsolódás képpen. Köszönjük szépen! Most lehet tapsolni! Én is mindenkit szeretettel köszöntök, és két évi kimaradás után újra eljöttem. Mindig nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, mert ez a visszatökét állj teljesen elvarázsol, amikor itt vagyok. És ezért hoztam magammal a kedvenc barátnőmet, aki szintén művész, de zeneművész, orgona művész, és nem túlzás, ez tényleg orgona művész, és ugyanaz a mesterségünk, kántorizálunk mind a ketten, Réka a felsővárosi kapasos templomban, amit Koskáról épített, és én meg Kolozsváron a Hórja úti templomban, ami ugyancsak a 1896-ban épült, református kántorok vagyunk, én a művészettel is foglalkozom, rajzolok, festek, mikor akad idő rá, sajnos egyik a másik kiegészíti egymást a zene és a rajz, úgyhogy nem szeretném abba hagyni egyiket sem. Ezért ez a gyönyörű táj, mint a Tiszalökön, ez mindig annyira lenyűgöz, hogy ilyenkor teljesen átadom magam. Annyira, hogy néha Réka észrevette, hogy mind beszél hozzám, de semmit nem hallok. Teljesen ki voltam kapcsolva. Úgyhogy ez az egyik ilyen kép, ami egy csónak rálátással, fentről a Martról. Így láttam én egy csónakot. Meg így. Meg ez egy másik Tiszalöki táj. Ugyancsak ott a halászok között egy halász, egy festő, művész, egy halász, egy festő, egy gólya. Úgyhogy versenyeztünk, hogy ki gyorsabb. Ez meg itt a napraforgó táblában. Mindenki elkapta a napraforgó festés vágyát. Annyi szép hely van, hogy ezt is meg kellett örökíteni. Ugyancsak ott kifele a töltés fele van ez a hely. Ez meg a ezért is varázslatos, hogy rózsaszín széle került neki. Na, itt meg két, egy erdélyi házat hoztam, Kalotaszegen ilyen házak vannak Erdélyben, úgyhogy ezt azért hoztam, hogy lássák, hogy milyen világ van ott. Mondanám azt, hogy emeletes ház, és mégis a földszinten élik le az életüket, mert fenn a szobákat berendezik szépen cifra, bútorok, festett bútor, gyönyörű kézimunkákkal, minden, és csak ravatalozásra használják, oda viszik fel őket ravatalra. Az életük nagy részét ott élik le a földszinten. És ez is egy ugyanolyan erdély, Kalotaszegi ház is. Ebben már nem laknak, sajnos már kivaltak belőle, és így áll egész addig, mint a őserdőben a szuerte fák úgy romlanak le a látható.
felé. Ez már egy napromorgos kép. Megtalálja a latin nevéknek majd az orosz vagyukán helyes megnevezését.
10-20-15 is. Életemben először találkoztam Pézsmával, amely így a szabadban nő. Az én párom készítette neki ezt a csokrot. A udvarban ő nálam a Pézsmában. Elvitte, elcsalta, hogy menjen nézze meg az udvaron kertbe. Milyen virágok vannak, hogy esetleg valami képet lehet róla készíteni, rátalálta a Pézsmát. Ezt nem tudja, hogy micsoda ez a kis szurókás folyó, de én már is mondom, hogy micsoda iringó folyó. Angela Kuba, angyal trombitál. A virágok nagyon megtetszettek neki, Trombita folyam, nem az angyal folyamdál, vagy az angyal folyamdál, az orgyás fehér. Értem. Ez trombita folyamdál. Ez olyan. Tehát как бы вы видели эти цветущие поля подсолнуха, и, наверное, это добавляет этот солнечный цвет. Огонь нашу действовать, вот я нас еще списываю, как бы пленники, и еще так, и такой вид, уже много поводу того, что ты самое главное, когда бежаешь из Нелинграда, бежаешь Кисаря, с одной стороны Киса, láttam, ami napraforgóval van beültetve, egyik oldalról a tiszapő, máskorról a napraforgó kárra. В один и тот же день я видела даму на Кисе, она мне очень понравилась из-за того, что красивые, практически классическая архитектура арки, и с другой стороны эти подсолнухи, которые две противоположности, то есть здесь природа, а здесь человеческая рука, но и то прекрасно по-своему. Mind a két munkám, amelyet itt most bemutatok, mind a saját nevében beszél. Az egyik egy csodálatos napraforgó csendélet, amely ugye napraforgó táblálókról van összegyűjtve. A másik, az ellentétje pedig egy előmű, ami ennél kézzel van létrehozva. Tehát különösen azt kapott meg, olyan csodálatos dolgokat találkoztam, amit emberi kézzel csináltak. Például a töltést is, ahogy elmagyarázták nekem, hogy az a két oldali töltés felduzzasztott részen, vagy mögötte is, emberi kézzel lett készítve. Hogy ilyen monumentális dolgokat tud az ember alkotni. Amikor álmatlan volt az esteim, я игралась в учительницу, ставила себе натюрморты и рисовала перед сном. Хоть я тут якородный кинзол картон апопатете магаре, и сейчас я у меня кинзол. Тут я дарно сэндерю. Ну, я посмотрела в этой комнате очень красивый дом. Я пошла его искать в город. Элинута мне открыла мне пейпер эрва азро, и что ты делал там вашу гата вато, эрва шару каза тисарокю. За корузова сэнда, корупа и фейла ази. Но самое главное в этом, ну дом как дом, с такой архитектурой, он может быть везде. Но только с аистами, может быть только в тисарокю. Ilyen házat találunk bármely városban, ilyen építészeti stílust is,
lehet, hogy talán ilyen szép is, mint a 15-i, de olyat, hogy gondjában, olyan nem mindenütt van. Осталось еще немножко. Это мои как бы изучение архитектуры. То ну мало же мозги пить сате. Я не успела их оформить, извините, но. Нам тут он только это что. Но самая первая картинка, которую я нарисовала здесь, это эти голубые ели и очень красивый дымоход это. Так. Amire elkészült az első képen, ez egy kémény, és körülötte kék, vagy szürke, ezüstfehér. Я думаю, что всем в Кисилёке это обычно, но форма отличается от той, что я вижу в Украине. Поэтому это особенность для меня, это особенность Кисилёка. Az a különlegesség, hogy itt az alapra mások is vannak kémények, Ukrajnában is. De ilyen formájú kéményt otthon soha nem láttam. És az emberi kézzel alkotott. No, és поэтому еще одно утро. És még egy reggel, és még egy kémény. С той стороны этого же двора. Ez az emberi kézzel van. Olyan magasra felállított. Ну вот обе церкви, оба храма, которые в Селёрке есть. Két működő templom Tiszalökön, a katolikus és a református, ami megint csak nagyon megtetszett az építészeti objektum. Самая интересная история – это этот маленький этюд. Я делала очень быстро, наверное, минут 5. 5 перцов készítettem körülbelül ezt a képet, ez leggyorsabb képen. Потому что я пошла в сторону Тисы и там сидела возле камыша. И рисовала, потому что там танцующие деревья очень красивые. Танцевал факт, интересно, на рынке, но там, по-моему, очень много всех живет в этих камышах. Они меня испугали, я оттуда выбежала. Поэтому самый быстрый YouTube. Не знаю, что типа котяк о надош, валами мозгаш халут там венне, и очень дешево ты что там терапевт. Вот. А это я изучала, это мои натуралистические исследования. Это все, что я находила здесь. Работа, которую я начала первую же ночь после того, когда приехала. Я даже написала 11.07 и 16.07 я закончила ее. És 16-án fejeztem be. Tényleg úgy volt. Наверное, вы узнаете форму, что это задний двор, который... Hátsó udvarban találják meg ezt a képet. Но он настолько природный, вот в его цвет. Annyira természetes ez a udvarnak ez a sorata? При этом практически ничего живого там не осталось, потому что это шифер, металл. И дома, то есть... Semmi természetes ezen a udvar részen nem található. A kerítés is ilyen hullámpalából készült, egy háznak a mögötte lévő háznak az ablaktetején, meg a tetején látszik. De... Живая осталась только земля, куда прилетают аисты. Csak a föld maradt és rajta a kiszáradó fű, zöldelő, meg már félig megfogott fű található, amit észrevesznek fentről a gólyák, és nem csak egy kólogott a kólogás felébe, nem csak egy kószáj volt. Kettőt látott Imre először, akkor volt egy időszak, hogy kettőt látott. Kétszer is egy-egy jött, szállt le. И я подумала, что, наверное, пока мы не видим, они все здесь. Здесь.
Если тайвангерская песня, Кишван Дорич, то девять маленьких пианистов опустились на озеро, продолжали петь, куда бой тоже тоже такую вещь, которая меня вдохновила на новую идею, но я ее уже буду рисовать, когда приеду назад в Украину. Это дерево, которое срезано в уровень травы. Még egy érdekes kapott meg a növényekkel, meg fákkal kapcsolatban az, hogy a fákat, hát az iskolaterületén vagy több helyen is találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy a fű magasságában, tehát egy pár centiméter talajtú fölött, ott metszik el, hogy vágják ki. Это наталкивает на мысли, во-первых, о том, сколько мы не видим. Ezt engemet a jövőben fogok majd egy kicsit kamatoztatni, ez az észrevételem vagy meglátásom. Сколько надстроено на той истории, которая была до нас? Ez elmondja ez a fa törzs, ami ott marad, hogy mi történt mi előttünk, tehát a mi életünk előtt, mert ezek általában kiöregedett fáknak a törzsei. Но с другой стороны, тот корень, то дерево, которое в земле, это полезное ископаемое для наших, для нашего будущего. A gyökérzete, mivel ott marad a talajban, elbomlik és a jövőt építi, tehát a talajt felfrissíti, felújítja, vagy a televényeket, igen, bővíti. De ez a témakör, ez engemet már otthon fog részletesebben érdekelni, és otthon fog kibontakoztatni ki ebbe. Már vannak előre is gondolatni. Поэтому я желаю, чтобы этот цикл, который проживает ваш табор каждый год, чтобы много память о том, что осталось, всегда было видимо, чтобы ее показывали в городе, чтобы были выставки. И обязательно каждый раз что-то новое, чтобы к вам приезжало, чтобы было кому удивляться. Вы сюда приезжаете и вспоминаете, как вам, ну, вы встречаете друзей, а если новые люди приезжают, они удивляются. Удивляются Киселёку. Киселёкёт az új emberek nagyon megszeretik, csodálkozók, minden csodálatos. A visszatérve a fa gyökérzetére, önök itt egy komoly fát neveltek, ápoltak a táborra párhuzamot mondva, ami most majdhogy nem derékba törik, de reménykedik el abban, hogy ez a gyökérzet, ez fel fogja frissíteni a talaj, és ez a fa újra kivirágzik. Tehát a tábor újra élni fog. Egyik
nézni, és nagyon kevesen beszélnek róla már. Szerintem nagyon jó, mert elsősorban megismerjük, jobban megismerjük az embert, meg a mindent, amit akar csinálni, vagy... Szóval én csináltam négy, próbáltam csinálni, mert én először vagyok itt is. Hiszem, csak hogy megfogom, felállítom. Egyszerűen ahogy készültek, szóval ez az első. Én az első napot egy kicsit van szürk és esős volt. Most meg kell mondjam azt, hogy nekem a... Szóval én, amikor készültem festő, falfestő, monumentális festő vagyok. És, de szeretek csinálni tájképeket is, ezt inkább nyáron. A többi évközben nem csinálok egyet munkánkat csinálom, de nagyon tetszik nekem, amikor a természetben egy-két hetet tudok dolgozni, ilyesmit is. Nem tudom, mit mondjak a munkára, ez van. Én szeretem ezeket a távos, hogy mondják. Terek, kinyílnak előtt. Igen, hogy munkára úgy érzem, hogy innen többet tudom felvenni a látószög. Úgy. Nagyon jó nagy látószög. Köszönöm szépen, ezt akartam mondani. És azért vannak ugye ezek a... Én inkább azt keresem egy tájképre, valahogy egy olyan belső, hogy mondjam, egy érzékenyre valamit. Amit látok én először, hogy először körülnéztünk, nem ülök le csak egyszerűen, mert az nagyon érdekes lefestem, hogy valahogy nekem kell, hogy bennem valahogy úgy valami ébresszen az a kép, vagy az a valóság, amit csinálok. Ez elég konkrét, általában én inkább ilyen abszurd dolgokat festek, de ez nagyon fontos dolog, mert ez mindig gazdagítsa a munkámat. A második. Most körüljöttünk a városba, néztünk, persze először voltunk itt, és vannak sok dolgok, de ha kerestem valamit, ami éppen valami különös dolog, és nem tudom miért, de másképp mondta te is, hogy meséltél valamit ebben a házban. Ez volt az első kapcsolat. Aztán többször elmentem ott előtte, minden pillanatban más, másnak másképp tűnt. És valahogy úgy akartam ezt a képet csinálni, hogy nem egy egyszerű utcasarok, vagy egy egyszerű tájkörös van. Olyan lesz, legalább úgy képzel, remélem, nem tudom, hogy sikerült, nem sikerült. Valamint egy kis szimbólum ennek a helynek. Van ez a sárga ház, és alul, ami van, persze a népképet, mikor festek valamit, ami fest és közt, akkor jönnek más és más gondok, meg van, és úgy gondoltam, hogy ez olyan ház, mintha a tisztán a részen van a tiszta legfontosabb dolog, nem? Ez adja meg az egészen a helyiségnek a tiszta. Tisza nélkül persze lenne szép és város, de csak annyi. Tehát úgy gondoltam, egy ilyen szimbólum félre helyszabban. De ez úgy munka köztült. Még valamit akartam ilyen festeni, de körülbelül mondtam, hogy inkább hagyom úgy, mert ha túl sok ilyen apróság van, akkor valahogy elvesződik a gondolat, az első gondolat, ahol van indulat. Ez ott a harmadik, akkor voltunk ott a Lépúrban, voltunk a Tisza parton, persze a csónakban. Nem, eddig nem festem soha, nem festettem soha csónakban. Most az első alakában.
Ez egy kicsit másképp van csinálva. Itt van hamarabb, egy kicsit nem dolgoztam sokat rajta, mert úgy akartam, ne legyen sok, sok fehér maradt, hogy ez ad egy olyan kilátást, egy olyan mélységet a képnek. Lehet, hogy lehet volna dolgozni, lehet mindenképpen lehet dolgozni bármennyit, de van egy olyan bizonyos pont, amikor úgy hagyom, mert másképp mindig más és más kép lesz belőle. Ez is mondok egy ilyen, mert kicsit olyan impressionista, vagy egy kicsit olyan tényleg. Ennek az én színem tájképek, ilyen szürk és kékes. Valamikor másképp használok olyan erős színeket, és ez úgy látom én, hogy ez a hely szellemmel, vagy a hely, utolsó volt, betettem meg a keretben, nem nagyon vannak. Ez egy kis házot. Mindig, amikor megyek ilyen helyeken, én mindig keresem ezeket a régi házakat. Mert nagyon szépek is színben, formának színben, minden. Sajszerűen keresem ezeket az új, az itt van. Ez volt az utolsó, de valahogy másképp készen. Egyszerű ház. Inkább azt kerestem, hogy valahogy emeljen ki ezt a természetnek a struktúrát, a textúrát, a falak, meg az ég, meg a föld, meg a, ez a három dolog összeülve, és akkor ekkor lett egy olyan, hogy meg van kis kicsit. Nem tudom, hogy mondjak egyet most, annyit mondanak, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtás, elvédés kérek, ha valamit tévedtem, de én azt érzem, szinte azt érzem, mikor most, mint van, hogy ismerő az legalább 20 éve. Köszönöm. Szerintem én ezt tartom legjobb. Ezek a festmények, amit most jelent, ez egy tavalyi
téma. Tavaly kezdte ezt, ugyan Magyarországon nagykörül, ott volt ott egy táborban, és ő ezt kereste, hogy a helyi szimbólumok keresse meg ezek az ablakot. Neki olyan ezek az ablakok, mint a valami élő dolog, vagy a szeme a háznak, mindegy port, nem egy egyszerű fal meg ablak. És ezt már csináltam, meg itt van nála is, ha esetleg, nem tudom, amit nagykörül dolgozott, ugyanez a téma, most mintha egy kicsit színesebb. Ezt kereső most, ezt, mikor csinál egy ilyen sorozatot, akkor nem szökik ide-oda a különböző tématikához, hanem nagyon próbálja kicsit mélyen vegye kicsit ezt a, egy részt a természetben, az ablak. De ce fereastra? Pentru că, așa cum ochii sunt fereastra sufletului, pentru mine fereastra înseamnă fereastra comunității, în care se vede istoria, trecutul și mi se pare că este un lucru pe care se, peste care se trece foarte ușor. Dacă suntem atenți, se vede în fiecare zonă trecutul. Acesta este un oraș, de exemplu, este o locație destul de recentă, corporație cu natură care ține mult pescăresc. Deci, mi-a plăcut să explorez din punctul ăsta de vedere. Ugyanazt mondom, most kicsit kifejeztem, amit mondott, neki ezek az ablakok olyan, mintha egy helység lakóinak a szeme, amelyik nézik a világot. És akkor neki, hogy mind a szemek a, nem tudom, a lélek tükör. A szem a lélek tükör. Hogy lássa ő a házadagokat, mint az emberek szemét a szállók. Igen. És itt is a Lökön valami különös kapva, vagy minden helységben más. Ha ugyan ablakok, szóval ablakok, én tudom ezt, mert én tudom, hogy mit csinált a tavaly, azok a más például, a látások vagy ablakok, ezek már más, amelyik itt vannak. Ca și un punct comun, aceste ferestre au fost găsite în jurul bisericii. Deci vechea primărie, cerțele de pe lângă biserică, este important să se păstreze și vechiul de lângă nouă. Adică dar mă pot otorază a templom părâi, otorază a régi. Mi megmaradt a régi városban a szemközépülete. Azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy ezek maradjanak meg, mert esetleg meg a történelmet, meg minden a városnak, és ez az értékes dolog, ezek az épületek. Ez a szépség a városnak. Persze, más. Igen, úgy tudom. Köszönöm. Roz este atipică, nu am mai văzut-o în nicio zonă și mi se pare foarte bună temă ca și ca să explorezi cromatica. Az első festmény az a rozsaszín ház, valami nem talált sehol ilyen házszín, házok ilyen szín, nagyon érdekesnek tűnt neki. Azért is választotta ezt a részletet, mert nem lát máshol, nem lát, hogy ilyen szín kompozíció. Ezt a valamit, persze lehet mondani, hogy sokat köszönjük szépen.
tudnám készülni, és kívánok mindenkinek erőteljességet. És továbbra is, hogy már szerintünk, mert azt sem mennék el, jó munkát. Én itt a környéken nem elkezdtem el már kiplegyre, a 80-tól vagyok. Amit itt találtam, hogy kapunk dolgát, hogy nekem az jó, hogy csinket. Akkor beutattam őket. Na, szép, mi? Köszönöm. Jéjjel, akkor az utalat. Keresztül mentünk meg a hídon, azon a hosszfajjal, az utalázunk egy nem tudom milyen, csak innen, de ezt a hálat is meg fogja. Ez a próbálom van az a minden milyen húzatok. Iskola meg, és hol az a? Most eső. Közben akarom még esetőzőt. Vissza közelénkre készültünk a rózsukába, kis állatot csináltam. Ezek akkor lehetünk. Ez meg nagy felmele kis ház, ez mindenki. Sajnálom, hogy a kicsit a kisebb, hogy a kisebb, hogy a kisebb, hogy a még a vizenek csónakos lágyasok. Ezt a fát is ott szabad ennek a gertek, ott találtam, ott messzen lehőzni, ott van itt. Ez is egy lágyas. Hozzá, hogy az Isten áldjon a kezében. Gyors, szép.